Amíg Magyarországon az első fél évben folyamatosan nőtt a fogyasztás, az év második felében az adatok azt mutatják, hogy a lakosság már jobban spórol, ez főként a kereskedelemben mutatkozik meg. Az inflációnak több oka is van. Egyrészt a szomszédos országban dúló háború, ami nem csak hazánk, de az egész világ gazdaságát is negatívan érinti. Másrészt a rezsijárak emelkedése és az aszályhelyzet is befolyásolta mindezt. Mondja a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, akit szabadságán értük utol, ezért telefonon adott interjút. Ilyen magas infláció gyakorlatilag az elmúlt 10 évben nem volt. Ez negatívan érinti az egész gazdaságot, ráadásul bizonytalanságban, ezért a lakossági kereslet, tehát a lakosság visszafogja a fogyasztását. Ennek nagy jelei voltak július végén is, augusztusban egyértelművé vált. Az élelmiszeripar területén már 30% felett jár az infláció, de egyes termékek már megközelítik az 50%-ot is. Továbbá a rezsijárak emelkedése miatt az elmúlt időszakban egyre nagyobb a kereslet a korszerűbb, gazdaságosabb fűtőberendezésekre, például a napelemes rendszerekre. Amivel gyakorlatilag eddig az emberek nem foglalkoztak, mert hát úgy gondolták, hogy megoldották az dolgát. De most már mindenki abban koncentrált, és mindenki gyorsan be akar szerezni olyan berendezési tárgyakat, ami a fűtését a második fél évtől hatékonyá teszi. Az iparkamara Tolna megyei elnöke hozzátette, hogy jelenleg a lakosságnak nagy segítség a benzinástop, ugyanis a magyar forgalmi személyautókba még továbbra is 480 forintért tankolunk, a piaci árak viszont már 700 forint körül alakulnak.